Köszöntöm nagyon sok szeretettel a kedves televízió nézőit. Önök az Ébredés című műsorunkat látják. Minden hétfőn reggel 9-kor, majd este 10 órakor megismételjük ezt az adást. Köszöntöm nagyon sok szeretettel Váradi Endre lelkipásztor testvéremet, aki elfogadta a meghívást, és itt lehet a televízióban. Én is köszöntelek szeretettel, és úgy szintén a kedves nézőket is. Köszönöm a megtisztelő lehetőséget. Szeretném megkérdezni tőled azt, hogy valami nagyon kedves ige, ami a szívedhez közel áll, és ha megosztanád velünk a kedves nézőkkel, és nyugodtan gondolatokat fűzél hozzá. Igen, nem könnyű a választás, mert hát igék közül egyetlen kedvencet kiemelni szinte lehetetlen, és azt a többi elé helyezni nem is tanácsos talán, így az egyiket a sok közül gondoltam ki a mai beszélgetésünk elejére. Ez pedig Mózes első könyvének 50. fejezetében van megírva, a 20. vers. Akkor hangzik el ez a mondat Józseftől, amikor a testvérei utána mennek Egyiptomba, és fölfedi kilétét. Ismerjük az előtörténetet, hogy a testvérei főképp irítségből eladták őt, azt hazudva édesapjuknak, hogy meghalt a szeretett fiú József, de Isten gondot viselt róla ott Egyiptom földjén a kényszerű száműzetésben, és a rabsági állapotból igen magas pozícióba helyezte. Ezt értékeli József a következőképpen, mondva a testvéreinek: ti rosszat terveztetek ellenem, de Isten terve jóra fordította azt, hogy úgy cselekedjék, ahogyan az ma van, és sok nép életét megtartsa. Azért áll közel a szívemhez és gondolatvilágomhoz ez az ige a többi mellett, mert frappánsan összefoglalja azt az állandó harcot és azt a feszültséget, amelyben élünk, nevezetesen az embernek a gonoszra való törekvését és hajlamát, és ezzel egyidejűleg Istennek a kegyelmét és hatalmát. Úgy gondolom, hogy egy légüres térben, mondjuk úgy laborkörülmények között hatalmat gyakorolni nem különösebb teljesítmény. Persze az is valami. De Isten lépten nyomon, akár ebben a történetben, és azóta a történelemben számos ponton, vagy épp akár a magunk életében is találhatunk ilyeneket, úgy cselekszik hatalmasan, hogy mindeközben ellenszél fúj. És az ellenszélben tud előre haladni, az ellenszélben, az ellenséges közegben tudja véghez vinni az ő akaratát, ez az igazi hatalom. És hogy maradjak ennél a képnél, az ellenségnek a szelét használja föl, fordítja vissza, és fogja be a saját vitorlájába. Hiszen ahogy ismerjük a nagyobb léptékű történetet, ezáltal, hogy József Egyiptomba került, ami kizárólag emberi rosszindulat következménye volt, Isten menekülési utat készített, és az ő gondviselését mutatta be az ennek a családnak és a majdani népének. Ezt mi magunk is átélhetjük, és ez Istennek az igazi bizonysága, hogy miközben az ember, a sátán igyekszik gáncsot vetni, igyekszik rombolni, igen, eközben tudja Isten megmutatni az ő építő hatalmát, és visszafordítani sok esetben a játszmát. És jó erre tekinteni, jó ebbe kapaszkodni, amikor az ember nehéz helyzetbe kerül, amikor azt látja, hogy ellene törne tám mindenki, vagy nem sikerülnek a dolgok az életbe, vagy a maga tervei, vagy rossz indulattal találkozik, jó oda bízni Isten kezébe, mert ugyanolyan hatalmas, mint akkor régen. Igen, hát ez nagyon jó, amit választottál valóban, meg tudjuk a további élettörténetéből is, hogy
milyen nehéz helyzetben is megállt, és börtönbe került ugyan, de utána Isten hogy hozta ki, és hogy mivé tette őt, és így ez van. Egy csodálatos dolog. Így van, ez része annak, ahogy Isten igen. az emberi tervbe bele tud nyúlni, igen. és a maga akarata szerint formálni igen. azt. Igen. Azt szeretném kérdezni, hogy hát hol születtél, gyermek éveidet hol töltötted, és hogyha ezekről is beszélni a számunkra. Én budapesti vagyok, azon igen. belül Újpesten születtem, lakótelepi gyerek voltam, és gyakorlatilag a gimnáziumig Újpestről kisetettem a lábamat, mert az iskolám ott volt, a gyülekezet, ahová jártunk, szintén ott található, és közel Újpest, volt a lakhelyünkhöz, a külön óráim is, csak már a gimnázium az, ami egyéb kerületekbe szólított engem. Természetesen eltekintve egy-egy nyári nyaralástól, vagy rokon látogatástól, úgy Újpesten éltem a gyermekkoromat, ott nőttem föl szép családi körben. Igen. És a kedves szülők is már hívők voltak, istenfélők voltak, mikor te megszülettél, vagy jártak a gyülekezetbe? Tehát. Igen, Isten különös kegyelmének és kiváltságnak tekintem, hogy több generációs hívő baptista családba születhettem, ami egy olyan hátteret biztosított az én gyermekéveimben, és egy olyan alap indító lökést adott az életben, amiért örökké hálás leszek, és nagy kiváltságként éltem meg, hogy a szüleim nem csak a hétköznapi életben terelgettek, neveltek, hanem igen, a gyülekezetbe igen. is integráltak már pici koromtól kezdve. És voltak, vagy vannak testvéreid is, tehát? Igen, egy 3 évvel fiatalabb húgom van. Ketten akkor volt. Ketten nőttünk föl, igen. így van. Igen, ennek akkor a, ő is a szépségeivel, hiszen mondják, hogy az olyan ideális, hogy van egy báty, meg van egy húg, egy fiú, egy lány, igen. meg hát az ezzel járó testvérharcokkal, de szeretetben természetesen, és azóta is jó a kapcsolat. Ő is befogadta az Urat a szívébe. Így van, hála Istennek, igen, elmondhatom, hogy az egész családom oldalirányban is hívő keresztjén. Igen. És ennek hát, örülök. Igen. Mert például családi összejövetelek alkalmával sem okoz ez feszültséget, problémát, vagy megosztottságot, igen. hogy netán ez hát bármiféle vitát szülne. Igen. Azt szeretném kérdezni, hogy hát milyen irányban végezted a tanulmányaidat, mi szerettél volna először is lenni még abban a korban, amikor még nem voltál hívő, és talán, hogy mi volt az, ami, hát milyen irányba szerettél volna tanulni, vagy hát munkát végezni. Igen. Az általános iskola felső tagozatában, amikor biológiát, kémiát kezdtünk tanulni, akkor nagyon megszerettem ezeket a tárgyakat, és hát arra éreztem készséget, hogy az orvosi pálya irányába menjek, gimnáziumba jelentkeztem. Erre az időszakra esett a rendszerváltás, és az, hogy ezzel együtt az egyházak sorra kapták vissza az oktatási intézményeiket, így már akkor megtért fiatalként, az egy fontos szempont volt számomra a továbbtanulás tekintetében, igen. hogy egyházi középiskolába menjek, így kerültem a budapesti Bármadas Református Gimnáziumba, ami egy a magas szintű oktatási közegen túl egy fantasztikusan áldott lelki hátteret is adott. Hát mondjam úgy, lehet, hogy ez lett a vesztem a tekintetben, hogy az orvosi, tehát ott lelkileg annyira jó tréninget kaptam, és annyira élveztem, hogy nem csak vasárnap vagyok ilyen közegben, hanem
a hétköznapokat is gyakorlatilag gyülekezeti jellegű vagy ifjúsági közegben Bibliával indítva a napot zárva élem meg, hogy közel kerültem az Úrhoz, még közelebb, és ebben az időszakban kezdett szólítgatni lelkipásztori szolgálatra, de még a gimnáziumi évek során is én még próbáltam kitartani az orvosi pálya terv mellett. De először azért, hogy hát hogyan fogadtad be az Úr Jézust a szívedbe, vagy hol történt abba újpesti gyülekezetbe, vagy pedig máshol, hogyha erről is mondanál nekünk, mert ez egy fontos. Hogyne, hát ez mindennek az alapja. Igen. Mint említettem, hívő keresztény családban nőttem föl, természetessé vált számomra, hogy a vasárnapi iskolától kezdve a gyülekezeti alkalmakon, akár a vasárnapiakon, akár imaházon kívüli rendezvényeken részt veszek, és ezzel együtt, miközben ez egy előny, mert táplálja a gyermekbe, a fiatalba azokat az ismereteket, amelyekből fakadhat egyáltalán hit, persze nem törvényszerű. Ezzel együtt hátulütője, hiszen mindennek két oldala van, hogy valamilyen képpen úgy immunissá válik az ember erre, mert belenő, megszokja. Igen, megszokja. Igen. De kamaszodásom idején megszólított az Úr, többször szólítgatott, úgy igen. mondanám, hogy nem elég csak ebbe a vallásos közegbe, a hitgyakorlásba belenőni, hanem szükséges a személyes kapcsolat is. És egy ponton, ez egy folyamat volt, ennek a vége, nem is nagyon meghatározható órára, percre, de azon kaptam magam, hogy én szeretnék járni a törekvők órájára, amely a bemerítésnek az előkészítési sorozata, igen. személyes beszélgetésekkel, egyfajta katekézis, mert érzek egy vonzalmat, érzem annak szükségét, hogy túllépjek ezen, vagy tovább lépjek ebben a közegben, hogy én úgymond csak ifjúsági tagként, vagy korábban gyermekként, vasárnapiskolában, meg az istentiszteleten ott vagyok, szükséges a személyes kapcsolat. Tehát éreztem ezt a hívó szót, és azóta sem bántam meg. Viszonylag hamar történt ez, 12 éves koromban, de mindig mondták, hogy én érett gondolkodású voltam már gyermekkorban, és ez ebben is megmutatkozott, hogy hála legyen az Úrnak, ez nem egy elhamarkodott döntés. Tini szeszély volt, és döntés volt, hanem azóta is töretlenül vele élem az életemet. Igen. És hát erre tudta ő aztán építeni a későbbieket. Igen, és akkor hát így már meghatározó volt olyan értelemben a tanulmányod is, hogy vagyis hát Isten kimunkálta azt a szívedben, hogy teológiára is jelentkezzél, tehát hogy oda készülj, tehát lelkipásztornak, hogyha ezt Isten így elhívásként hozta az életedbe. Így van, az a erős lelki töltetés igen. közeg, amelyben a gimnázium éveket töltöttem, az neki, az Úrnak jó alkalmakat biztosított arra, hogy meggyőzzön az én tervem ellenkezőjéről, vagy hát nem feltétlen ellenkezője, inkább módosította azt, úgy szoktam ezt röviden összefoglalni, hogy ne a test gyógyítására koncentráljam az életemet, hanem a lélek gyógyítására. Igen. Noha tudom, hogy nem én vagyok, meg nem a lelkipásztor a lélekgyógyító, hanem a Szentlélek Isten, igen. hanem mi csak közvetítők vagyunk, de hogy ebbe az irányba menjek tovább, így érettségi után egyetlen egy helyre adtam be a felvételi kérelmemet, a Baptista Teológiai Akadémiára. Már teljes meggyőződéssel, egy amúgy túlsággal teli útnak, folyamatnak a végén, de akkor már teljes meggyőződéssel, hogy engem a lelkipásztori szolgálatban akar látni az Úr. És hát hogyan történt az, hogy a kedves feleségedet, hát mikor ismerted meg, vagy előtte, mielőtt teológiára mentél, vagy utána, mert volt olyan időszak, amikor nem igazán örültek annak, hogy hát amikor tanulmányait végzi, hogy megnősüljön, és akkor ez evégett, inkább szerették, ha vagy utána, vagy ha már előtte megtörtént, de
hát, hogy te nálad ez hogyan jött létre. Mivel közvetlenül érettségi után, tehát viszonylag fiatalon kezdtem meg a teológiai tanulmányokat, így még a tanulás lendületében voltam, meg olyan ifjú korban, igen, hogy ez nem volt nem még is akkor annyira téma számomra, és ennek köszönhető végül is a találkozásunk. Szokták mondani, hogy a teológus sors az, hogy valamelyik gyülekezetbe, ahova elvetődik, elhelyezi, vagy éppen a gyakorlatát tölti, ott találja meg élete párját, és hát így történt velem is a 4.-5. év során, hogy a Rákos Csabai Baptista gyülekezetben volt a gyakorlati beosztásom, és hát ott az ifjúsági körben találkoztunk. Ez nagyon jó, mert hát valóban az a legjobb, mikor hát istenfélő környezetben ismerjük meg a leendő belinket, mert fontos az, hogy hát ő is már kapott egy, hát egy olyan utat, olyan képzést a hit útját, hogy már nem probléma olyan hát emberhez hozzá menni, aki talán teológiát végez, vagy hát lelkipásztor lesz, mert hát ezt is szoktam kérdezni, hogy esetleg, hogy hát kedves feleség, hogy támogatta-e a férjet abban, hogy hát valóban hát lelkésznek mindig kell helyet változtatni, vagy olyan környezetbe menni, ahova meghívják, és ezért ez egy fontos dolog, hogy azért egyetértésben hát legyenek a felek. Így van, tehát már akkor ezen a pályán voltam, amikor mi megismerkedtünk, úgyhogy nem árultam zsákba macskát. Igen, igen. És ilyenképpen ez már adott volt. Igen, akkor ez így nagyon jól alakult. És születtek egy gyermekeitek, tehát a házasságból. Igen, igen. 15 éves házasok vagyunk idén, és hála Istennek két gyermekünk született. Réka, aki 11. évében van, heteken belül 11. évét be is tölti, és Áron, aki pedig 6,5 éves, most kezdte az iskolát. Igen, hát ez meg szintén bibliai név, és ez hát nagyon jó, mikor hát valóban olyan nevet is adunk a gyermekeknek, amely hát a Bibliából származik, és ez jó, mert a szívünk közt közel állnak azok az emberek, akikkel esetleg vagy prédikálunk róluk, és hát a mi gyermekünknek is az lesz a neve. Hát abban az időben még, amikor hát én születtem, akkor még hát nem ilyen gondolatokkal voltak a szülők, és hát nálunk pedig az lett a dolog, hogy hát három Jenő van, és még édesapám is, én is, meg a fiam is Jenő, tehát ilyen szempontból. Hát hagyomány, én is édesapám nevét örököltem. Igen? Igen. Amikor hát elvégezted a teológiát, akkor mindjárt volt egy olyan hely, ahova meghívtak, vagy később kezdődött ez a szolgálatod? A teológia elvégzése után közvetlenül fölavattak lelkipásztornak, viszont mivel egyidejűleg már a teológiai képzésben oktatóként hát marasztaltak, megszólítottak, így nyomban nem kaptam egyetlen konkrét szolgálati helyet, hanem úgynevezett utazó lelkipásztor voltam két éven keresztül, országos lefedettséggel, általában betegségek vagy szolgálati helyváltás miatti üresedés esetén helyettesíteni, urvacsorát osztani, lelkipásztori teendőket ellátni egy-egy vasárnapra koncentrálva. Ezt még akkor gyermek nélkül ketten könnyen tudtuk kivitelezni. Aztán két év múltán kaptam meghívást egy konkrét gyülekezetbe. Igen. És akkor mindjárt meg is kezdted a
tanítás szolgálatát is a teológián, tehát a baptista teológián, és hogy fontos lenne, hogy valóban hát olyan dolgokról beszélj, hogy akár milyen szakirányú tanításod volt, tehát hogy milyen területeken tanítasz, meg hát hogy a nézők is hagy halljanak ezekről, mert ilyen baptista körbe, tehát ez fontos, hogy már nagyon hát régóta működik ez a egyetem, vagy hát misszió ebben a gyülekezetben, hogy lelki pásztorokat hát képeznek. Igen. Már az utolsó tanulmányi éveim során bevontak egy-egy óra erejéig az oktatásba az új szövetségi tanszéken, és azóta is az új szövetségi tanszéknek a munkatársa vagyok, és ez már meg is határozta az én továbbtanulási irányomat. Ezzel együtt ez már a 19. tanév, hogy valamilyen módon az oktatásban részt vehetek. Kinevezett oktatóként a 17. tanév. Fokozatosan évről évre kaptam még több tárgyat, vagy más-más tárgyakat, így egy viszonylag széles palettát volt már eddig lehetőségem, kiváltságom oktatni, és hát ez egy folyamatosan alakuló és mindig többet és többet kívánó feladat. Ezen az említett új szövetségi területen belül a bibliai szövegismerettől kezdve a kortörténeti háttér oktatásán át, az eredeti új szövetségi szentírási nyelvet, a görögöt tanítva, egészen a egyes könyveknek a magyarázatáig, írásmagyarázatáig több mindent oktattam, oktatok, és hát még több kisebb szeminárium jellegű tárgyat is, technikai jellegű, mint kutatásmódszertan például. Igen, ez nagyon jó. Sőt, hát ahogy beszélgettünk, hát az országban, sőt talán Erdélyben is tanítotok, tehát, hogy oda kimentek a helyszínre, és akkor ott is folyik az oktatás. Ez nagyon jó, mert akkor még több embert el lehet érni, vagy nem kell olyan messziről Budapestre felutazniuk, tehát, és ha erről is mondanám, mert hogy melyik azok a helyek vagy területek, ahol tanítotok. Talán nem szerénytelenség Pál apostolnak a szavait hozni ide, hogy hatalmas kapuk nyíltak meg a Baptista Teológiai Akadémia előtt az elmúlt években, egyik a másik után, melynek eredményeképpen most már a központi oktatási helyszínenkön kívül 5 konzultációs központban is oktatunk és tartunk konzultációkat belföldön és magyar lakta külföldi területeken, határhoz közeli településeken, így említve Erdélyt, illetve Kárpátalját. Országosan pedig olyan nagyobb központi városokban, megyékben, Pécstől Békés Csabán át, Nyírségig, ahol a környékbeliek össze tudnak gyülekezni, és akiknek valóban az élethelyzete olyan, hogy nem engedi meg a rendszeres fölutazást a budapesti központba, vagy netán a fölköltözést évekig, akkor ilyen módon tudjuk áthidalni ezeket a szakadékokat, és így örülnek az ott lakók, hogy szintén részesülhetnek a képzésben. Igen, most már többen voltak bent, akik tanítanak a teológián, és hát ők is elmondhatták valóban azokat a területeket, hogy talán milyen szakákban tanítanak, és akár a Mészáros Kálmán testvér, aki elnök is volt, meg Urbán Gedeon testvér, vagy ők is jártak itt bent a televízióba, és hát ez nagyon jó, hogy kedves nézők is halljanak olyan dolgokról, hogy mennyire fontos, hogy akinek a szívében vágy van, hogy tudjon tanulni, hogy legyen lehetőség, és minél talán olcsóbban meg tudja hát oldani azt, hogy tanulni tud, mert nem kell olyan
hát kivenni esetleg albérletet, Budapestre fölköltözni. Igen. Tehát és ilyen módon is, hogy ez... Meg a legfontosabb szempont, hogy nem kell otthagyni az állásukat, meg igen, a családjukat. Igen. És sokszor egy családdal együtt fölköltözni Budapestre szinte lehetetlen, hiszen hát mindenkinek a egzisztenciáját azt érinteni. Így meg, aki tanulásra adta a fejét a családból, nem csak családapák, sok családanya is van közöttük, akkor ezt mondjuk úgy tovább folytatva a hagyományos hétköznapi életét, munkáját tud tanulni is. Épp volt egy szolgálatom annak idején Békés Csabán, és egy hölgy, ő is, hát ott elkezdett járni Békés Csabai teológiai alkalmakra, és hát el is végezte. Sőt, tudom, amikor a dolgozatot írta, akkor még bizonyos dologba kért tanácsot, és hát örültem neki annak ellenére, hogy egy egyedülálló hölgy, és arra adta fejét, hogy ő akar hát ilyen területen tanulni, és ez egy nagyon fontos, hogy nem, hogy mondjam úgy, leírta magát, sokan úgy gondolkoznak, hogy hát mi szükségem van, vagy főleg, hogy nő, és mégis ő erre hát oda szánta az idejét, és hát Isten megáldotta, és hát hiszem, hogy az ő számára is, ahol szolgál, vagy ahol ott tudja kamatoztatni, mert nem olyan régen volt bent egy testvérnő, és ő is mondja, hogy elvégezte, ismerem őt régen, csak arról nem volt szó, hogy a teológiát is elvégezte, és olyan sok olyan munkaterület volt, amiben ő részt vett, és hát mivel nem ment férhez, és lány maradt, és annak ellenére olyan fontos dolgokba bele ment, hogy ő végzi, és akkor hát akár idősek felé, vagy például lepra misszióba, vagy ilyen dolgokban is, hát úgy kivette a részét, és azt mondja, hogy ő nagyon szereti ezt csinálni, és Isten megáldotta, mert ahogy kérdeztem, hogy még nem is volt nagyon olyan betegség, vagy olyan dolog az életében, mert arra szánta oda az idejét, hogy időseket valóban hát gondozzon, vagy tegye, segítse, tehát amivel tudta, vagy gyermekeknek ilyen táborokat szerveztek, tehát, és ebbe kiveszi a részét, és Isten megáldja az életét. Igen. Most, hogy említed ezeket a konkrét személyeket, meg az igen, ő példájukat, azt is elárulod vele, hogy nem csak férfiak, és nem csak lelkipásztornak készülők igen, tanulnak, mostanság is tanulhatnak igen, teológiánkon, ez is egy fontos, hanem a paletta nem csak a képzési helyszínek és konzultációs helyszínek tekintetében nyílt meg, hanem a képzési profilokban is. Talán a köztudatban az él még, hogy egy teológián lelkészeket képeznek. Igen. Eredetileg ez így is volt, csak nem 100 éven keresztül, de a rendszerváltás következtében a sokféle civil és egyházi alapítvány szervezet a missziós lehetőségek nyomán nem csak a lelkipásztori szolgálatra van igény, hanem lelkipásztori munkatársi, missziói, sőt a legnépszerűbb talán most, hogyha a hallgatói létszám arányait tekintjük, a szociális lelki gondozói szféra, amellyel szociális intézményekben el lehet helyezkedni, illetve a zenei képzésünk is igen erős, hogy hagyományos gyülekezeti kántor területen, illetve a klasszikusabb gospel ifjúsági zenei szakon is. Meg karvezető, úgy tudom, igen. Tehát így van, így ez van. Ez is tehát beletartozik, igen. Hát ez valóban nagyon fontos, mert így akkor a kedves nézők is hallják, hogy hát mennyi területen próbálnak embereknek segíteni, ami esetleg az ő látásuk szerint ők abban szeretnének munkálkodni, és ez így nagyon jó, hogy említetted, mert egy fontos, hogy nem csak kimondott lelkipásztori tevékenység van. Sőt, nem is
alapfeltétel, hogy valaki baptista legyen immáron, hanem más felekezetből, sőt, felekezettől függetlenül is civil szférából jönnek hallgatók, akik vagy pusztán érdeklődnek a teológia iránt, vagy a maguk szakmai területén jól tudják alkalmazni mondjuk egy ilyen szociális lelki gondozói képzésnek a tanulmányait. Tehát nyitott gyakorlatilag a Teológiai Igen. Akadémiánk ajtaja bárki előtt, aki természetesen a felvételi vizsgán alkalmasnak bizonyul, de nincsenek felekezeti megkötöttségek. Igen, tartozásnak a megkötései. Hát igen, ez nagyon fontos, hogy erről is halljanak a kedves nézők, mert nagyon sok fiatal van, aki valóban sok irányban gondolkozik, szeretne tanulni, és hogy akkor van lehetőség, tehát ilyen módon is, vagy ha nem baptista, akkor is ugyanúgy jelentkezhet a teológiára. Tehát igen, ez egy... és mivel igazodtunk a... most már a magyar felsőoktatásba bevett kétszintes képzési rendszerhez, tehát van egy alapképzés, és van a mesterképzés immáron. Na, így ez... akár indításként valaki ott megkezdheti a tanulmányait, aztán az alapszakot elvégezve valamilyen más irányba megy tovább egyéb egyetemeken, vagy fordítva, számos eset van arra nézve is, hogy valaki más területről, más tudományterületről jön át a teológiára, és már a mesterképzésre csatlakozik be, vagy éppen mondjuk úgy másodkarrierként kap elhívást lelkipásztori szolgálatra, mert van már egy egyéb szakirányú diplomája, úgyhogy a variációk lehetőségei azok megvannak. Hát valóban ez nagyon jó erről hallani, mert hát vannak olyan testvérek, pont volt egy körünkben is, aki hát már nem 20 évesen, de szeretett volna tanulni, és a végén elvégezte a teológiát. Tehát fontos tudni azt, hogy hát amikor Isten valamit munkál a szívébe, és ő hajlandó azt engedelmességgel megtenni, akkor lehet, hogy Isten kimunkálja pont egy olyan területet, hogy a végén hát lelkipásztor is lesz belőle. Ez eszembe juttat még egy hallgatói kategóriát, ha még ezt elmondhatom. Hogyne, természetesen. Vannak olyanok is, most hirtelen meg nem mondom milyen arányban, de évente több ilyen hallgatónk is van, akik már a civil foglalkozásukból nyugdíjba vonulva hasznosan szeretnék tölteni idejüket, ezért beiratkoznak a teológiára, a hívő emberként ennél hasznosabbat nem is találhatnak, hogy 3-4 évet, vagy akár többet is volt, akinek megjött a kedve, és tovább ment mester szakra is, nyugdíjasként, de még fiatalként, fiatal nyugdíjasként úgy értve, ilyen módon töltötte azokat a ajándékba kapott éveit a munka hát, után. Igen, én is pont most jut eszembe, hogy te is említetted ezt, mert egy legénykori barátom, hát ő is, mint nyugdíjasként, jelentkezett a teológiára, és hát ő is végzi ezt. Tehát ez egy fontos, hogy ilyen jó gondolata volt arra, hogy az idejét hasznosan hát tudja eltölteni, és ez nagyon jó. Így van. És azt szeretném kérdezni, hogy amikor meghívtak első gyülekezeti hely, akkor az hol történt, és hogyha erről is szólna. 2004-ben igen. Szólított meg a vácegresi baptista gyülekezet, akik akkor lelkipásztor keresőben voltak igen. Mert nyugdíjba vonult az előd lelkipásztor, és mivel a helyénél fogva, méreténél fogva ez a gyülekezet, a vele járó szolgálat megvalósíthatónak tűnt a teológiai oktatással együtt, a kettőt igen. Össze lehetett hangolni, így éreztem készséget
megszólítottságot, és így vállaltuk el akkor már házaspárként azt a gyülekezetet. Vácegres amúgy Pest megyében található, mintegy 30 kilométerre Budapesttől. Térképen úgy tudnák talán a kedves nézők beazonosítani, hogy a közismertebb Veresegyház és Aszód közé helyezik el ezt a kis települést, amely 1000 lélekszám alatti. Igen, azt annyira nem falu, tudtam, falu, most már község, van, így van, nagyon szép dombsági területen, gödöllői dombság, de már talán Nógrád felé is kacsingatva, mondhatni festői környezet, kis családias közösség. Igen, és még hát annyit tudok a gyülekezetről, hogy hát ott van egy fúvós zenekar is, tehát hogy szeretnek a testvérek ilyen hát harsonázni, meg az ilyen zeneszerszámokkal. Hát, így van, sok évtizedre visszanyúló hagyománya van a vácegresi fúvószenélésnek, de nem csak ott, hanem a térség gyülekezeteiben nagy kultúrája van, és évente néhány alkalommal össze is gyülekeznek ilyen szempontból, meg nagyobb ünnepélyeken. Elsősorban Felsőpeténybe szokott lenni. Így van, az egy ilyen jellegű központ, igen. Dunakanyar fúvósoknak is nevezik magukat. Az utóbbi években van mondjuk úgy humán erőforrás probléma a fúvós zenekarban, mert sajnos az idősebb generáció elhunyt, a fiatalabbak közül sokan elköltöztek egyéb helyre, tehát hadd mondjam így mostanában üzemképtelen a fúvós zenekar, de a tagjai az egyéb összejöveteleken, más zenekarokban, vagy azokhoz nagy szeretettel csatlakoznak, és hát hiszünk a fúvós zenekar ébredésében, felébredésében, igen, föltámadásában, vácegresi vonatkozásban is. Igen, mert valóban, ahogy említetted, még Őrbottyánban is voltak, meg Felsőpetény, meg Tahi, tehát így a környéken azért így több van, helyen. Fótot is említhetjük. Fót is, igen. Tehát ez nagyon jó, mert vannak, akik nagyon szeretik, vannak fiatalok, akik nem annyira, de én is például szeretem nagyon hallgatni őket. Még az igazsághoz az hozzátartozik, nehogy az a kép vagy információ jöjjön át, hogy azóta folyamatosan ott szolgálok, mert 9 év után hát további, igen, tehát 9 évig, igen, folyamatosan tovább tanulási megfontolásból fölfüggesztettem ott a helyi szolgálatot, de a gyülekezetnek tagjai vagyunk, gyermekeink is ott születtek, azóta is folyamatosan, és most, hogy megint egy lelkipásztor váltási időszak van, így most újra több szolgálati lehetőségem adódik, hiszen ott kéznél vagyok. Igen, mert aki volt a testvér, most Őrbottyánba átment, és akkor megint csak hiány, igen, keletkezett. Igen. Hát ez nagyon jó, hogy mindezt így elmondtad, mert hát fontos az, hogy ilyen kisebb gyülekezetek is támogatva vannak, vagyis hát mégis van lehetőségük akár, mikor úrvacsoroztás, vagy bármilyen dolog van, hogy van egy lelkipásztor, aki mindezt elvégzi, és igen, akire számíthatnak, meg ha ott mint tagként is vagytok, akkor ezt bármilyen időben ezt tehetitek. Tehát. Igen. A gyülekezet méretére utalva, hiszen említetted, hogy kisebb gyülekezet, az nagyon relatív, mert budapesti meg nagyvárosi, igen, léptékekhez képest valóban a kisebb, 40-50 fő kisebb, viszont mondjuk a település lélekszámához képest mondjuk nagyon, egy 900 lélekből 40-50 a baptista tag, és még a gyermekek hozzátartozók, az arányait tekintve nem az is olyan kicsi. Jó. Igen, nem is olyan kicsi, igen. Hát valóban, mert pont nem a múlt alkalommal volt bent egy testvér Hátegerből, és mondta, hogy hát nem könnyű a misszió, meg nem túl nagy a gyülekezet, noha egy 9000 fős város. És hát nem könnyű, azt mondja, misszió.
és próbálkoznak sok területen is, kibérelnek más helyet is, hogy ne csak a imaházban legyen alkalom, és azt mondjam, igyekeznek azon, hogy embereket elérjenek minél nagyobb. Igen, az nagy kihívás, feladat, igen, szolgálat, de kihívás, nem egyszerű. Igen. Akár kis településről beszélünk, akár nagyvárosról. Most az jutott eszembe, hogy még van olyan terület, amin szintén nagyon kiveszed a részed, van a közösségünknek, áhítatnak mondjuk, ilyen minden napra való igék vannak benne, és magyarázat hozzá, és hát annak is te vagy a szerkesztője, főszerkesztője, így is mondhatnám. Pontosabban a szerkesztő bizottságnak az elnöke, hogyha igen, nagyon precízek akarunk precíz, lenni, igen, de ez egy csapatmunka. Csapatmunka, igen. Szerkesztő bizottság, mindenkinek megvan a maga részterülete, én jóformán koordinálom ennek igen, a csapatnak a munkáját, a kiadványnak a megszületését évről évre, kezdve az írásokra történő fölkéréstől egészen a korrektúráig, nyomdába küldésig. Ez egy éves munka. Tehát néhány héten, hónapon belül megkezdjük a 2020-as kiadványnak a szerkesztését, tehát túlnyúlik igen, a megelőző előre éven, hogy már akkor, és hamarosan befejeződik a 2019-es kiadványnak a szerkesztése, hiszen hát nyomdai átfutási idővel, terjesztési idővel kell számolnunk, de valóban nagy élmény és kiváltság Isten igéjét ilyen módon is közvetíteni, úgymond előkészítve az asztalra tenni, és magyarázatokat szervezni, igen, szerkeszteni az igényt. Annyira fontos tudni azt, hogy vannak idősebbek, akik meg lehet, hogy betegség miatt nem tudnak elmenni a gyülekezetbe, és az ige mellett ott van egy oldal magyarázata az igére mutatva, és ez is még, hogy hát meg vannak szólítva lelkészek, akik hát bizonyos témában ők mondjuk egy héten keresztül a kommentárt ők végzik, és akkor hát így különböző lelki pásztorokat is megismernek, hogy ők hogyan, miképpen hát beszélnek Isten igéjéről, és ezek nagyon fontos dolgok, területek, amikor hát ilyen is azért jutott eszembe, hogy hát ennek valóban hát te vagy az ilyen vezetője, és hogy hát van olyan kis vezérfonal, ami hát ilyen könnyen még zsebbe is elfér, hogyha utazik valaki, és azt is elő tudja venni, vagy olvasni szeretne, de amikor oda-haza pedig ez egy vastag könyv, és hogy hát tudják az emberek tanulmányozni. Igen, egyrészt igyekszik egy impozánsabb, minőségibb könyvformátumú kiadványként igen, megjelenni az áhítat, hogy méltó helyet foglaljon el a polcokon, meg az asztalokon. Másfelől, haladva a korral, elektronikus formátumba is elérhetővé tettük, ha nem is a teljes tartalmat, de közel a teljes tartalmat, akár interneten keresztül, akár telefonos applikáción keresztül is. Valóban ott lehet az ember zsebében, bármikor előkaphatja, igen, rá kattintva mind az aznapi már igét. Meg az okos telefonok, meg minden. Pontosan, az... pontosan. Hát és még visszautalva arra, amit mondtál a szerzői gárdáról, ez valóban egy műfaji sajátosság az áhítatnak, hogy nem egy a szerzője, igen, hanem sok szerzős mű. Ez nyilván technikai nehézségeket is okoz adott esetben, de ugyanakkor viszont színessé teszi a kiadvány így stílusába, van, hiszen mindenkinek más a stílusa, más a gondolatvilágja, más a kommunikációs szókincse, és így talán még szélesebb kört tudunk megszólítani, mert mindenki talál magának olyan írót, igen, meg igen, olyan stílust, hát magyarázatot, amely az ő gondolatmenetéhez közel áll, igen, vagy az ő szívéhez. Igen. Úgyhogy ez egy ilyen színes kiadvány igyekszik lenni. Igen, és hogy
kedves nézők is, hogy hallanak ilyenről, hogy van ilyen megoldás is a baptista körben, tehát hogy akár meg lehet rendelni, vagy meg lehet venni, hogy hát valaki nem tud nagyon eljárni gyülekezetbe, ilyen módon is hát hozzá tudjon jutni az ige magyarázatához is, és hogy tudja olvasni odahaza, és ez egy nagyon nagy könnyebbség tehát. Sőt, nem csak egyéni olvasásra alkalmas az áhítat, mert tudunk arról, hogy vannak olyan szórványkörzetek, ahol kis akár csak néhány fő alkot egy gyülekezetet, nincs lelkipásztor, vagy csak ritkán jut oda igeszóló, és közösségileg olvassák föl. Erre is igyekszünk odafigyelni a szerkesztésben. Igen, ez nagyon jó. És van a szívemben olyan kérdés, hogy hát volt-e az életetekben olyan próba vagy terület, amely hát nem könnyű, de Isten mindig átsegíti az övéit, és hogyha valamit ezekből meg tudná osztani a mi számunkra, mint a kedves nézők számára. Ámulattal szoktam hallgatni, amikor lehetőségem adódik ilyenre, háború túlélőknek a beszámolóit, amikor konkrét, közvetlen életveszélyből csodás módon szabadította meg őket. Isten akár úgy, hogy bomba fúródott a tetőbe, de mégsem robbant föl, meg ehhez hasonlók. Én, hála őneki, egy olyan békés korban nőttem föl, amikor ilyen világrengető veszélyekkel nem kellett szembenéznem. Erről az jut eszembe, pontosabban annak fordítottja, amit az az ember, Neil Armstrong mondott, aki először lépett a Holdra, hogy ez egy kislépés egy ember számára, de egy hatalmas ugrás az emberiség számára. Na most ennek a fordítottja az, hogy a sok apró hétköznapi csoda, amely körülvesz minket, és engem, és bennünket is személy szerint, az nekünk hatalmas ugrás, Isten kegyelmének, gondviselésének a megnyilvánulása, de az emberiség számára, vagy a tágabb publikum számára az esetleg közömbös, vagy egy kis lépés, mégis nekünk az hatalmas, mert Isten a mi életünkbe avatkozott be. Tehát sok ilyen apró csodát tudnék mondani, több területről, egyik mondjuk egészségügy, az embert ugye vizsgálgatják, hol indokkal, hol indokolatlanul találnak ezt-azt. Velem is megesett nem túl régen, hogy a röntgen felvétel a tüdőmön kimutatott valamilyen elváltozást. Még a méretét is meghatározták, tovább küldtek CT-re. Néhány hét telt el a két vizsgálat között, és a CT, ami alaposabb, pedig nyomát se látta bárminek is. Tehát nem volt ott olyan probléma, vagy góc, vagy bármi, amivel kellett volna foglalkozni, amit én csodának, isteni gondviselésnek éltem meg. Ez csak egy apróság, ez úgy a nagy publikumnak nem hatalmas csoda, nem olyan, mint amik a Bibliában le vannak írva, de nekem az. Vagy közlekedésben, hát elég sokat autózom, akár épp az oktatásból kifolyólag is, és egyik télen esett meg, hogy az autómnak a fékrendszerét próbálgattam. Egy mellékutcás, jobbkezes utcás területen, és pont egy ilyen kereszteződés előtt, ahol nekem volt elsőbségem, tehát én nekem balról érkezett az utca, hogy kipróbáltam a blokkolásgátlót, ráfékeztem. És abban a pillanatban, ahol amúgy nem szoktam lefékezni, keresztbe elsuhant előttem egy autó. Balról, tehát nekem lett volna jobbról érkező elsőbségem, és ha akkor nem próbálom ki, ez csak egy kósza gondolat volt a semmiből, hogy na most a féket a havas csúszós úton próbáljam ki. Kipróbáltam, és így Isten elejét vette egy ilyen ütközésnek, ami erősen oldalba kapott volna. Is lehet, hogy téged talált volna el, igen. Aztán anyagi terület, nem egyszer megtapasztaltuk már feleségemmel, hogy egy-egy váratlan kiadás alkalmával pont szinte forintra
akkora összeg adományt kaptunk valahonnan, ami fedezte azt a váratlan kiadást, ami kiadást, mondjuk nem fért volna bele a családi költségvetésbe. Ilyen és ehhez hasonló apróbb csodák, de nekünk nagyok, amik hát megfűszerezik az életet, a hívő életet. Így van, és fontos hát emlékezni is ilyen dologra, mert hát hálásak lehetünk Istennek azért, hogy meg lehet, hogy kimentett olyan helyzetbe, amit mondtál is, hogy ha nem fékezel, akkor pont beléd hajtanak, és lehet, hogy megsérültél volna. És hát Isten a Szentlélek által lehet, hogy sugallta, hogy most te próbáld ki ezt a féket, és igen, ez más magyarázat nincs. Igen, igen. Most még a kocsiról jut eszembe, beszélgettünk, és hogy hát a keresztény autókon hátul ott van egy hal, és ha ennek az eredetéről is, hogyha mondanál nékünk néhány dolgot, hogy kedves nézők is hadd hallják, mert ez fontos, mert lehet, hogy nem tudják, hogy lehet, hogy arra gondolnak, hogy hát valami pecázó vagy halász ez a... Pontosan már volt, hogy nekem szegezték a kérdést lámpánál vagy parkolóban, hogy ez valami horgászegyletnek a emblémája, mert több autón lehet látni. Mindazonáltal jó leső érzés az utakon találkozni ilyen jellegű kollégával, akinek az autóján szintén ez a felségjelzés található, mert ez az. Jól lehet, az utca embere nem tudja a jelentését, de valahol ez éppen cél is, mert egymásnak üzennek a keresztjének. Ez nem feltétlen egy kifelé irányuló direkt bizonyságtétel, hanem egymásnak a felismerése, ugyanis a korai keresztjének az első-második században, miután üldözést szenvedtek az akkori császári római birodalomtól, és hát az életükkel játszottak, ha nyíltan megvallották a hitüket, ezért egymás felé úgy jelezték ezzel a kóddal, vagy titkos jellel, hogy egy körből valók, mégpedig Krisztushoz tartoznak, keresztjének, hogy a porba, vagy éppen alkalmas területre rajzoltak egy halat. Mégpedig azért, mert a görög nyelven, ami akkor a nemzetközi nyelv volt, függetlenül attól, hogy zsidó származású volt valaki, vagy épp római, görögül tudott a birodalomban, ez egy mozaik szó, mert görögül a hal úgy hangzik, hogy ichtüsz, és az ichtüsznek a betűi, ebbe talán az i-t rögtön fölismerjük, Jézus, a H, az pedig Krisztus, Jézus Krisztus, Isten fia, megváltó. Jézus Krisztus, Isten fia, megváltó. Ez a mondat, ez az alapbizonyságtétel ebbe a mozaik szóba el lett rejtve, hogy ezt erre kijött rá, ki figyelt föl, hogy a kezdő betűket összeolvasva pont a halnak a görög szava jön elő, minden esetre ez jól jött nekik, és azóta is ez valahogy fönn maradt, hogy a hal embléma az ezt ismerőknek jelenti, hogy hát egy táborba tartozunk, keresztjének vagyunk. Hát nagyon sok mindenről hát tudnánk beszélni, csak annyira szalad az időnk, és hát talán röviden arról még kérdeznélek, mivel ez a műsor az ébredés címet viseli, hogy ha erről szólnál, hogy mi a te látásod ezzel kapcsolatban, ha megosztanád velünk a kedves nézőkkel. Az ébredés szóról, az ébredés helyzetéről az a talán mindannyiunkkal reggelente megeső szituáció jut eszembe, amikor van egy ébresztési jel, csörgőórától kezdve telefonszignálig, bármi lehet ez, ami jelzi, hogy ébredni kell. De az ember még nagyon fáradt, még nagyon álmos, és úgy vissza-vissza szundikál. És ugye a modern korban már lehet időzíteni, igen, hogy van egy olyan gomb, amit ha lenyomunk néhány perc múlva újra történik, hogy az ébredés az néha úgy megy végbe, tudunk az egyház történelemben ilyen időszakokat, hogy megszólal az ébresztő óra, és kipattan az ember, és már frissen megy is a dolgára. Van, amikor, és ez talán a gyakoribb,
mindannyiunk esetében is, hogy úgy fáradt az ember, mert annyi munkája, annyi terhe van, hogy ez inkább ébrezgetés, akár többszöri felhívás nyomán ébredünk meg, tudunk indulni a munkánkba. Talán irreális is lenne azt elvárni, hogy egy ilyen robbanásszerű ébredésnek legyünk tanúi. Persze ezért imádkozunk, de reálisabb az, hogy úgy ébrezgetjük egymást, ébrezgetjük az alvókat, és hát sajnos az is előfordul, hogy úgy visszaalszik az ember. De az a csodálatos Isten kegyelmében tart még a kegyelmi idő, hogy nem mond le rólunk, hogy visszaaludtál, akkor megyek mást ébrezgetni, hanem újra ébreszt. Lehet, hogy lenyomjuk azt az órát, igen, lehet, hogy visszabóbiskolunk egy kicsit, de megint ébrezget, mire fölkelünk. Ez az Istennek a végtelen türelme. Ezzel kapcsolatban egy ige jutott eszembe, amit szeretnék fölolvasni, Pál apostolnak az Efézusiakhoz írt leveléből. Végül pedig erősödjetek meg az Úrban és az ő hatalmas erejében. Öltsétek magatokra Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög mesterkedéseivel szemben. Mert mi nem test és vér ellen harcolunk, hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak. Éppen ezért vegyétek fel Isten fegyverzetét, hogy ellenállhassatok a gonosz napon, és mindent leküzdve megállhassatok. Ez is az ébredés része, igen, hogy éberek maradunk, igen, és harcra készek maradunk. Igen, az időnk nagyon elszaladt már, de még szeretnélek megkérni arra, hogy imával fejezzük be az alkalmat, és hogy először te imádkozzál. Természetesen. Megváltó Uram, hálát adok neked azért, hogy életet adtál nekünk, lehetőséget, hogy éljünk itt a Földön. És még inkább köszönöm neked azt, hogy érthetővé és elérhetővé tetted az örök életnek a lehetőségét Jézus Krisztusban. Köszönöm, hogy engem is úgy vezettél, szólítgattál életutamon, hogy megismerhettelek. Köszönöm a kiváltságot, hogy szolgálatodba fogadtál. Köszönöm igédet, amely elérhető mindannyiunk számára többféle formában. Köszönöm annak bizonyságait, akár annak régmúlt idejéből, akár a későbbiekből, az evangélium korszakából. És köszönöm az egyház történelemben megvalósuló sok-sok csodádat, vezetésedet, de leginkább a személyes életünkben, életemben való jelenlétedet. Köszönöm hatalmadat, köszönöm gondviselésedet, hálát adok kegyelmedért. És azért imádkozom, hogy minél többen meghallhassák a te hangodat, amely sokféleképpen hallatszik ebben a világban. Hogy ki tudják szűrni az egyéb zajok közül, mert sajnos azokból is van bőven, a te halk, szelíd, csendes, de erős szavadat. Köszönöm, hogy a harcunkban, akár ellenszélben is velünk vagy. Te fegyverzetedet kínálod, lelkednek erejét. Segíts ebbe öltözni naponként, segíts fölébredni, segíts ébernek maradni, hogy így haladhassunk előre a te utadon, a te országodat építve itt a Földön. Amen. Amen. Drága Úr Jézus, áldjuk és magasztaljuk a te szent nevedet azért, Uram, hogy most is te rólad tehettünk bizonyságot. Köszönöm, Uram, hogy az én testvérem is itt lehetett, és mindazt elmondhatta, megosztatta kedves nézőkkel, amin átvezetted az ő életét, és amire megtanítottad. Köszönjük, Uram, mindent, amit tőled megtanulhattunk, és szeretnénk továbbadni emberek számára, hogy ők is megismerjenek téged, és befogadjanak a szívükbe. Köszönjük neked ezt az alkalmat, lehetőséget, és köszönjük azt, Uram, hogy most is te rólad
bizonyságot tehettünk, hogy milyen csodálatos vagy, és hogy velünk vagy minden napon a világ végezetéig. Amen. Amen. Megköszönöm a kedves televízió nézőknek, hogy önök minket választottak, és kívánom, hogy Isten áldja meg az önök életét, és valóban minden helyzetben keressék az Urat, mert ő megtalálható, hívjuk segítségül az ő nevét, és ő minden helyzetben fog válaszolni a mi imáinkra. Elköszönök a kedves nézőktől, Isten áldja meg önöket a viszontlátásra.